a dolgok, a folyamatok egymásra való hatásában vizsgálnánk meg mindazokat a formákat és következményeket, amelyek létrejönnek. Itt most nevezetesen a 20. század első évtizedéről van szó. A Művészettörténeti Szabad Egyetem programsorozat keretén belül Aknai Tamás, művészettörténész, főként a kubista festők történeti szakaszait mutatta be előadásában. Közel 200 fényképes dokumentum levetítésével mutatta be a kubizmus eredetét és folyamatát az előadó. A kubizmus egy avantgárd művészeti mozgalom volt a 20. század elején. Picasso képeivel kezdődött 1907-ben, és lényegében az első világháború kitörésével 1914-ben merült ki. Rövid időszaka ellenére látásmódja máig hat a művészetre, és kialakulásának kutatása nem is olyan könnyű feladat. Egy nagyon érdekes és nem magában lévő gondolkodásmód, vagy stiláris előadásmód a kubizmus. Előkészítésében, szellemi értelemben a századforduló szellemtudományai, természettudományai, a rendszeralkotó tudományok, fogalomalkotó tudományok rendkívül nagy szerepet játszottak, de nagyon sok szubjektív motivum is. Nem tudjuk egészen pontosan. Tehát, hogyha a tudós gondosságával szeretnék a kérdésre válaszolni, nem tudjuk egészen pontosan, hogy az igazi impulzus mi volt annak az irányzatnak a létrejöttében, amely lényegében a szerkezetet mindenfajta sallangtól és lírai töblettől vagy stilizálástól függetlenül szerette volna megmutatni. Tudjuk azt, hogy a Pablo Picasso magánéletében, a Georges Braque magánéletében egy szűk párizsi szubkultúráról van szó. Voltak olyan motivumok, amelyek következtében le kellett számolni a lírai és személyes előadásnak a külsőségeivel, és mélyebb és lényegibb és szerkezetibb megoldásokra kellett rátalálni. Ezek magánéleti motivumok voltak, érzelmi kiábrándulások, szerelmi csalódások, vagy mondjuk a Georges Braque esetében annak a felismerése, hogy a rajzkészsége az messze nem elégíti ki azokat a normákat, amelyeket az akadémiai előadásmód követelne. Tehát valami mást kell csinálnia, és óriási és hirtelen váltások következnek be. Nagyon jellemzőek a 20. század általános kulturális törekvéseire, hogy egy alkotó életén belül is megjelennek a hirtelen rándulások, ficamnak látszanak, nem is érti az ember, hogy hogyan lehet az, hogy annyira más tartalmú közléseket tesznek. A kubizmus kialakulásának inkább általánosabb világnézeti tartalma van. Ez egy szerkesztő és tudatos alkotói eljárás, mely mélyén olyan személyes lélektani motivumok játszanak szerepet, mint amilyen Pablo Picasso 1905-ös szerelmi csalódása. 1903-tól nagyjából 4-ig, 5-ig a kék korszak művei következnek, tematikusan ezek ilyen melankolikus, elég drámai, a csepürágók életkörülményeit, tehát a kvázi művészek életkörülményeik allegóriákban megfogalmazó kompozíciókról van szó, amelyeknek hát egyike, ugye ez az utolsó egyike a Pierrette esküvője, hát egy ilyen markotányos nő, vagy egy légtornásznő esküvőjéről van szó a csapatával. Ez egy nagyon színes kép. Tehát ez a kék korszaknak egy lazulására mutat, de ez a virtikli kék korszakhoz tartozó alkotás. És nagyon sok ilyen félvilági jelenetet csinál a Picasso, jellegzetesen a művész nyomorról szólnak, a kizsákmányolt és periférián élő szórakoztatóiparnak az embereiről. Vannak egészen tartós, a kubizmust messze menően túlélő folyamatok is, amelyek ugyancsak jelen vannak. És a kubizmus is fejlődik és átalakul. Magának ugye a tudós megállapítja, hogy három periódusa van, aminek a legvége integrálódni fog az egyébként folyamatosan életben lévő impresszionizmussal, vagy annak a következmény, hogy utó életével. Azon kívül hát nem szabad elfeledkezzünk bizonyos politikai folyamatokról, bizonyos eseményekről, hát az első világháborúról például, amelyek nagyon erőteljes cezúrát helyeznek el az optimista európai
kulturális és történelmi kifejletek, illetőleg az ember lehetőségei és az optimizmus közé. És bizonyos leszámolások az ideákat kergető, vagy túlzottan optimista és szentimentális, bizakodó világképekkel szemben megfogalmazódnak. A kubizmus is kacérkodik ilyen kemény megfogalmazásokkal, de mondom, ezekben nagyon sok személyes és egyéni fiaskó élmény is megfogalmazódik. Magyarországon a nagybányai művésztelep hívta fel a figyelmet arra, hogy lemaradások vannak. Az 1905 és 10-es évek között élő fiatal nemzedék elmegy Franciaországba és figyeli a francia művészet eseményeit. Sokan így sajátítják el a kubista modorokat. Elmaradnak a csapongó, rendkívül derűs, harmonikus, soha nem látott színkombinációk. Az impresszionizmus ebben volt erős, a posztimpresszionizmus ebben volt erős. A nagybányai művésztelep felfedezi a plenert, a magyarok számára is nagyon ismert folyamatok ezek. A Csontvári megvalósítja a színtüzesítésnek olyan módszereit, a színkonfliktusoknak olyan rendszerét, ami sose volt látható, ragyogó, csapongó, fantasztikusan szép világ. És akkor ennek a világnak minden pozitívuma, például a kubizmusban és a kubizmus főműveiben eltűnik. Visszajönnek a földszínek, nagyon egyszerű, világos, élénk színkapcsolatok semmiben nincsenek. Minden nagyon zsíros, földszagú, kemény lesz. A kompozíció is száműznek minden személyességet a művekből. És itt van mellettem a Csorba Simon Lászlónak egy kép, a múzsák, és csak azért vetítem, mert olyan nagyon közel van a világa, 50 év választja el a képeket egymástól, de hogy mennyire benne van a levegőben a szelleme ennek a kubista szűkszavúságnak, ennek az érzelemmentes előadásmódnak. És hát így sorba a kubizmus klasszikus nagy darabjai, amelyekkel kapcsolatban ugye most még egyszer érzékeltethetem, hogy rendkívül nehéz szabatosan stíluskritikai alapon megkülönböztetni alkotásokat egymástól. A Művészettörténeti Szabad Egyetem előadássorozata ebben a fél évben a 20. századi művészetfejlődés vonalát követi végig. A folytatásra február 10-én kerül sor.